nincs még egy játék, ami jobban tudná átadni a Rambo feelinget. Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és íme a nagy visszatérő, amikor meghallod azt a bizonyos hangot, hogy Killing Spree, Godlike, na hát nem beszélve egy Ultra Killről, akkor tényleg elfog az az érzés, hogy azt a kurva, de jó vagyok, és ebben az UT verhetetlen volt, mert régen valamikor egy Titanfall videóban beszéltem arról, mennyire fontos, hogy a játéknak visszajelzése legyen arról, amit csinálsz, és az UT ebben nagyon jó volt azzal, hogy kitalálta ezeket a különböző megnevezéseket a különböző multikillekre, és nagyon jó hallani, amikor tudod, na most összejött, most lenyomtam egy Killing Spree-t, lenyomtam egy Godlike-ot, stb. És tényleg íme itt van a nagy visszatérő. Ne lepődjetek meg rajta, mert ez egy nagyon pre-alpha változat, szóval... Beszéljünk egy kicsit, szeretnék beszélni egy kicsit az első benyomásról, hogy milyen volt ez a kis Unreal Tournament 4, mert már a negyediknél tartunk, hogy milyen érzet volt játszani, és hogy mit tapasztaltam ennél a pre-alfánál. Kezdjük ott, hogy pályák. Ja, aki ki szeretné próbálni, az még mindig kipróbálhatja, menjen az unrealtournament.com-ra, és töltse le, ki lehet próbálni a pre-alfát. Nagyon jól döntöttek ezáltal a kiadók, mert egy csomó hibát kiküszöbölhetnek még mielőtt kijönne a játék. A játék maga majd ingyenes lesz, nem kell érte pénzt fizetni, max mikrotranszakciók benne. És majdnem biztos vagyok benne, hogy azért is lesz ingyenes, mert egy nagyon jó bemutató lesz a Unreal Engine 4-nek a képességeiről. És erre majd egy kicsit rátérünk később. Tehát beszéljünk ugye a pályákról. Mindegyik pálya elérhető, amit terveznek, és vannak köztük régi pályák is. És ha bár elég sok régi pálya van köztük, tehát ami az első Unreal Tournamentben volt, a fegyverek dettó ugyanazok, nagyon hangulatos volt velük lőni, nagyon nosztalgikus feeling volt velük lőni, és aki csak most fogja megismerni az Unreal sorozatot, mert lesznek generációk, akik csak most ismerik meg az Unreal sorozatot, azok nagyon fogják élvezni ezeket az extravagáns fegyvereket, és nagyon fogják élvezni az Unreal Engine 4-et, mert amire ez a motor most képes, sok ilyen demonstrációt mutattak már be, amire motor is képes, és ez, úgy néztétek, hogy ez itt, ez csak pre-alpha, tehát még az alpha teszt előtti változat, és azt kell mondjam, ennél a pályánál látszik, hogy kifejezetten ügyeltek arra, hogy egy kicsit szebb legyen, mint a többi. A régiekhez még nem fektettek annyi hangsúlyt, hogy berakjak dinamikus fényeket, berakjanak a falakhoz olyan dolgokat, mint a tényleg falnak tűnnének, nem pedig egy vonalnak, stb. Azok tényleg pre-alpha fázisban mozognak, de hogyha megfigyelitek már itt csak a fegyverek kidolgozottságát, és ez még a pre-alpha, mert a fegyverek kidolgozottsága itt most a pre-alphában körülbelül úgy néz ki, mint a Unreal Tournament 2007-ben a kidolgozottság, és ettől még sokkal durvábban fognak kinézni, majdnem biztos, és ha már megnézitek ennél a pályánál konkrétan a fényeket, a padlón, minden, és a poén az, hogyha lősz, akkor látszik a dinamikus fény, mire gondolok itt, ha például kilövök ezzel a lingánnal valami golyót, akkor ahogy a golyó megy, úgy megy a fény vele együtt, és ezt jelenleg egy motor képes megcsinálni a világon, ez kb. Ha bár más már talán a Frostbite Engine is, de a CryEngine és az Unreal Engine képesek gyakorlatilag ezt előhozni, előrenderelni. Úgyhogy maga a játék, amire ez kikerül full változatba, majdnem biztos vagyok benne, hogy elképesztően szép lesz, és nagyon hangulatos lesz vele játszani. Egyelőre mondom, nem kell sokra számítani a többi pályán, hogy ez úgy de gyönyörű játék, mert Unreal Engine 4 a kinetának akár, amely egyelőre nagyon jól néz ki, a fegyverek jól néznek ki, és erre visszatérve, hogy sokan Vakmix kollégával is beszélgető, is kipróbálta a játékot, és mondja, hogy hát neki unalmas volt, mert nagyon olyan volt, mint az eredeti. Hát mondom, ja, igen, aztán úgy gondolom, hogy azért olyan, mint az eredeti, mert egyelőre még úgy is néz ki kb. Mint az eredeti, meg az teljes hangulata olyan lesz, de hogyha ez kiteljesedik grafikailag, és behoznak több játékmódot, bár most is elég játékmódot lehetett kipróbálni, akkor egy kicsit átveszi. És pont az a lényege, úgy gondolom, hogy a játékmenetben legyen
hangulatos, legyen nosztalgikus, tehát a játékmenetben ne változzon túl sokat, nem kell a túl sok újítás, ez egy UT, ez egy aréna shooter, itt pörögni kell, itt nincs megállás, erről szól az Unreal Tournament, és én speciál, én nem várok tőle semmi mást. Ami viszont várok tőle, az a grafikai változás, amit nagyon szeretném, hogyha előbb-utóbb kijönne, az egészből, hogyha odafigyelnének, hogyha tényleg úgy megcsinálnák istenesen, és kihoznák mindazt, amire képes az Unreal Engine 4, kihoznák azokat a gyönyörű fényeket, az a gyönyörű szerkezeteket, amiket lehet csinálni az egész motorral, és akkor változna meg igazán az út, tehát akkor lenne egy lényeges változás, mert ha emlékeztek az Unreal Tournament 2004-re, ami egy kibaszott jó játék volt, nagyon jó pályákkal, és az árkádos jellegéből is egy kicsit képes volt levenni, egy kicsit lassítani a játékot, és emiatt egy nagyon jó balanszot találtak meg a 2004-ben, és szép grafikája volt, ha emlékeztek, jó animáció voltak a fegyvereknek minden, és lényeges változás volt az első Unreal Tournamenthez képest, és az volt más. A játékmenet dett ugyanolyan szórakoztató volt, és ugyanolyan kurva jól éreztem magam közben, de mivel, hogy más hangulatúak voltak a pályák, szebbek voltak, extra hangok jöttek be, így aztán sokkal hangulatosabb volt játszani a 2004-gel. Aztán később megjelent a 2007-es Unreal Tournament, ugye az a harmadik, és megint csak a játék ugyanaz volt, ugyanazt hozta, ugyanazt az érzetet, ugyanazt a feelinget, viszont a grafika annyira szép volt már, ugye az Unreal Engine 3-nak köszönhetően, hogy nem lehetett elmenni a változás mellett, más volt játszani, szebbek voltak a pályák, ráadásul benyomtak valami single player féleséget, és egy ilyen kampányféleséget is, hogy így végigmenjél rajta, és az egész fölvett egy jobb hangulatot, egy érzetet, egy más érzetet vett, és azt hiszem, hogy ez az, amiben nagyon jók az út és rácok, szóval az Unreal Engine-nel tudnak annyit alakítani a környezeten, az érzeten, azokat az apróságokat, amitől ez a játék más lesz. Az Unreal Tournament nem jelent meg évente, mint a Call of Duty, ezért én már nagyon vártam rá, hogy újra a kezembe foghassa ezeket a fegyvereket, újra átéljem ezt a játékélményt. Nem akartam a régivel menni, mert az unalmas, de ez mégis valahol más volt. Egyelőre pre-alfában valóban nagyon, nagyon haj az elsőre, mert nagyon kezdetleges benne minden, de ez halálbiztos, hogy sok mindenen fognak változtatni, és ezt már végül is már most lehet tudni, mert bejelentették, hogy itt ott lesznek olyan változások, a pályák szebbek lesznek, stb. De erre a pályára azért látszik, hogy azért odafigyeltek, mert ez jól néz ki, megnézitek a padlót, a falakat, minden jól néz ki. A többi pályában ezek mindig inkább ilyen simák, ilyen régi dizájnúak, de jó volt újra rajtuk mászkálni. Kíváncsian várni fogom a végterméket, ha már a bétára dupla annyit változik, mint most, akkor az a játék már körben nyalom magam, annyira jól fog kinézni, és kurva jó, hogy ingyenes lesz. Szóval akik mondjuk panaszkodnak arra, hogy hát ez úgy néz ki, mint a régi, ugyanaz, mint a régi, bla bla bla, hát öcsém, ez egy ingyenes Unreal Tournament lesz, és szerintem az, hogy ingyen játsz a Unreal Engine 4 nyújtott a grafikai lehetőséggel, egy Unreal Tournament kategóriájú játékkal, ami, hogy is mondjam, a shooterek egyik atya volt, és hogy nem tudom, úttörője, ahhoz képest ez még sok is, amit nyújtani fognak, szóval bugokat egyelőre én sokat nem vértem felfedezni, furcsa dolgok vannak benne, amin remélhetőleg változtatnak, de ez egy pre-alpha változatban nem fogok belekötni semmibe, amitől lehúznám ezt a játékot, mert még csak pre-alpha, majd ha kijön a teljes változat, akkor lehet beszélni arról, hogy milyen hibák vannak, de egy pre-alpha változatban ez a játék tökéletes, gorgeous, kurva jó, lovely, és a többi, úgyhogy hát próbáljátok ki, menjetek el, játszatok, aki nem ismeri az útét, annak kötelező darab megismerni, mert egy jó játék, hangulatos, de készüljetek fel, hogy ez olyan árkádban az meg, hogy 2 percig nem bírsz lélegezni. Köszönöm a figyelmet, Necroclean voltam, sziasztok!